Sziasztok, friss roppogósak! Gondoltam, hogy mivel egyszer élünk, akkor miért is ne? Ki fog próbálni ezt ilyen 24 órás, ilyen megváltozós kihívást, még ez így hülyén is hangzik, de valami ilyesmi lesz. Amiket a mai videóban fog csinálni, azokat nem szoktam gyakran csinálni, de most így a videó kedvéért, és azért választottam ilyen dolgokat, hogy akkor most legyen egy ilyen videó, egy ilyen szépségápolási videó. Az abban fog állni, hogy hajszínezés, meg ilyen érdekes arcápolási termékek, ilyen vicces, érdekes cuccok, úgyhogy kíváncsi leszek, mert nem nagyon használtam ilyeneket. Itt vannak a cuccok, amiket vettünk most ebből, ja, csak megtalálom. Ezeket fogjuk használni, ugye ezek a szépítkezési, arcápolási rutin cuccok, ez meg a hajszínező. És ezt a hajfestést mindig úgy szoktam csinálni, hogy előtte megmosom a hajamat, és akkor utána itt úgy bekészítem és csinálom, de úgy, hogy már nincsen rajtam ruha, mert nyecseszem el a ruhámat, úgyhogy ezt nyilván nem fogom megmutatni, meg szeretek közben egy videót nézni, meg minden, és az meg unalmas lenne, hogy azt videózom le, nézem a videót. Ezért erről csak ilyen szép vágókép lesz, hogy így hogyan csinálom. És nem lesz ilyen ruha nélküli felvétel nyilván. Kell ezt, hogy akkor jó, hogy elolvastam. Ez nem balzsam, hanem ilyen úgynevezett szín előhívó. De jó, hogy ez szép durran, hát igen. És ezt egybe, együtt mindegyiket bele, ezt össze kell keverni, és a maradékot ne őrizze meg, hát nyilván. Aha. Előhívja a színeket, így gyertek, színek. Nem kéne bele nyúljak. Érdekes, még kevés van benne. Ezt fogja majd előcsalogatni a színeket. Így fütyül egyet, azt jönnek. Ezt úgy kell kiukasztani, hát szokásosan így ezzel a kis hegyes cuccal. De már rutinos vagyok, csak az egész belemegy. Jé, de fura. Érdekes, hogy ilyen színe van, de elvileg fekete. Az egy szín előhívó, azért kell az oda. De milyen jó, hogy elolvastam, basz. Jó, jó. De még ezt is ki lehet tolni belőle. Ezt nem tudom, mennyire jó ötlet, tehát így kell, most könyörgöm. Gyorsabban is mehetne, amúgy nem tudom mással összekeverni. Na már szürke lett teljesen. 1 hour later. Na végeztem a hajfestéssel. Igyekeztem a frufrut is befesteni. Még nem jutott oda, pedig amúgy az volt a terv, hogy teljesen az egész hajamat befestem, de hát nem jutott oda, de amúgy meg ahol tudtam, ott gyönyörűen befogtam. Most látszik az eredmény, de azért inkább még hagyom állni, mégiscsak már ne, ezen már nem múlik, eddig megérte mindenemet összefestét, a nyakam is tiszta olyan lett, meg ez az arcom is tiszta olyan. Jézus, hogy ez mind festék. Csí! Itt már látszik, hogy ott már sötétedik a hajam. No, akkor majd mikor lemostam, jelentkezek. Na, végeztem a lemosással, milyen szép lett már. Igen, még meg sem száradt teljesen, úgyhogy mikor meg lesz megszáradt, akkor hát kíváncsi leszek, mi ez, mert most mennyire látványos. De jó már! És nem csak a fények miatt, hanem komolyan ennyire jól befogta. Pedig ide előre nem is nagyon jutott sok, de mégis befogta, úgyhogy valószínűleg itt hátul is befogja. Jaj! Kíváncsi vagyok, ez nekem hogy áll. Kíváncsi voltam, úgyhogy... Ja, hát hogyha nem jó, akkor majd úgy is kijönni egy pár mosás után, úgyhogy ez jó lesz. Elégedett vagyok, akkor megérte. Hát igen, azért nagy melóám ez a hajfestés, mert az egy dolog, hogy nekem is milyen nehéz, meg fárasztó, de hogy még a törő között is szétcseszik, minden tiszta festék lesz, így lehet takarítani utána. Itt a törő között úgy néz ki, mint a kormos lenne. Ú, de jó. Előre jó összképet csinál. Úgyhogy ja. Later. Sziasztok! Akkor el is érkeztünk az arcápolási rutinhoz. Most itt ugye a fényekben már jobban látszik a hajam, hogy milyen jó lett. Jobban látszik a fekete. És akkor jött az arcápolás. Van itt minden. Nem tudom, melyikkel kezdjek. Először is a fő milyen arc maszkot. Ezt így földobjuk. Reménykedek benne, hogy most nem lesz nagy rám.
Na, akkor kezdjük is a nagy arcápolás. Most végül elcsatoltam minden létező kis zavaró frufrucskát, úgyhogy most már nem fognak itt jönni az ilyen antenna rádió jelzések, egy kis antennácskák. Ez ilyen vízes. Mi a... Remélem egybe jön ki. Aha, tehát ez lenne az a cucc. És akkor innen hogy tovább? Hú, de hideg. Nem akarom szétszedni se. Mi a szar ez, de most tényleg? Hogy kell ezt használni? Én fogom tépni. Aha, valahogy így. De ez miért kétszer olyan nagy, mint az arcom? Ez milyen nagy szája van. Még füle is van. És pont a mac is. Júj, de hideg! Na. És normálisan kéne fölrakni elsőre. De ez olyan rohadt nagy, hát ez... Az ide muslica van a tükrön, de csak... Na, nem kell röhögni ebbe. Mert lejön. Hát ettől kurva szép leszek. Na, nem kell röhögni. Farika, ne röhögjé! És ez fog bármit is szépíteni rajta, már most úgy nem azért, de... Így kíváncsi lennék. Van ennek értelme? És meddig kell rajta hagyni, mert itt tényleg leesik. Meddig kell rajta hagyni? 5 percig csak. Akkor találkozunk 5 perc múlva. 5 minutes later. Na, lejárt az 5 perc, mert ez jóval több is volt, mint 5 perc. És azt vettem felfedezni, hogy az egy dolog, hogy milyen nyomorékú nézek ki a maszkból, hogy még lehet rosszul is raktam föl. Nem lehet, hogy így van a füle, és akkor... Na, szép most meg ilyen lógó fülű pandamaci lettem. Ez hülyén áll rajtunk. Én nyomin nézek ki benne. Mindjárt most már le lehetne szedni. Jaj, de jó. Egyszer használtos, de azért még jó beledörgöl az arcomat. Ha van. Soha nem jutott volna esetleg szemre, nem való. Ezt olvastam rajta, úgyhogy nehogy belekenjem a szembe, mert az se ezt neve. Jó, felik elég legyen. És azt írta még, mert ezt már tegnap elolvastam, hogy az előtt, vagy nem tudom, hogy bele kell dörgölni, belemasszírozni az arcbát. Úgy lesz, közben a szemedeket is szétse a szemed, szuper. Remélem, ettől valamennyire szép leszek. Puhi bőröm lesz. És le is kell mosni utána, vagy ez? Még miért most nem lett meg az a lényege? Na mindegy. Akkor ez ennyi. Ez ilyen, le van tesztelve, minden. Ezt soha töröljem. Probléma megoldva, Fannika módra. Most melyik legyen? Én szerintem ezt rakom fel előbb. Ez már nagyon kéne. Jaj, ez olyan, hogy így izé. Hogy a francba kell? Ja, így ki kell csúsztatni. Ó, akkor essé oda. Ne maradjál ott. De most ez hogy van, mert oda tapadt? Hát, és ezzel most én mit csináljak, vagy hogy... Ezt hogy kell fölrakni? Wow, de jól néz ki az a rász, valami szép is legyen már rajta. Na mindegy, akkor mehetnek föl ezek. Ezt most hogy kellene? Így? Hú, de nem értek én ehhez, valószínűleg így kell. Ja, Jézusom. Olyan karikás a szemem, hogy már gondoltam, ilyen is kell. Na de, hogy nem pofázzak annyit, szerintem fölteszem a másikat is egyszerre, ha kettő jól jön. Még ilyet is kaptam egy osztálytársamtól, ez így külön. Nem csak a húzásnál. De úgy meg itt tépném el, hogyha ki is bírnám nyitni, de persze nem tudom kinyitni, mert béna vagyok. Twenty minutes later.
ezt nem pont ilyen módon akartam levenni, de... Hát ez baromi jó. Na, és ez szépített bármit is? Aha. Tök jó. Hát ez ilyen gumiból van, így... Nem fog megint így játszani vele, mint ahogy... Ezért tavaly csináltam. Egyszer használta, sajnos ugye nem tarthatom meg. És nézzük, milyen lett. Ez tök jó! Szép lettem tőle. Gabi szerintem. Tök jó. Ezeket is kidobom. Ez jó, mellé is dobom, azért csattan egyet a főben. De jó, hogy szétfolyt ez a cucc, ami benne volt. Gratulálok, Marika, ez a te műved. Szóval mehet a szelektívbe. Szerintem jól áll nekem a fekete haj. Tök jó. Úgyhogy most darabig ilyen fekete hajú Fannikát fogtok látni. Sziasztok, friss rapogósak!